Nekem mindig egy kis gondot jelentett, hogy egy kivégző eszköz, egy akasztófa, mondjuk így a kereszténységnek a jelképe, az sem vigasztal, a rajta bearanyozott korpusz van, és egyszer Gyöngyösön, ott van egy pici filiám Gyöngyös mellett, Atkáron, és oda tartottam épp egy nagy-nagy szőlőültetvény mellett, és ilyenek voltak a szőlőkarók, ilyen té alakúak. És miután itt is van egy élő szőlőtő, ugye Jézus azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, sőt, hát Ezékiel könyve szerint Izrael is olyan, mint egy máshonnan hozott szőlőoltvány, amit elültettek. Ez Békásmegyer. Úgy kerültünk ide, hogy Hajdan 70-es évek második felében már viszonylag nagy családdal igyekeztünk lakáshoz jutni, és itt kaptunk lakást a lakótelepen. 79 óta, 79-ben költöztünk ki, és azóta itt élünk. Templom történetének az előzménye az, hogy nekünk ugye itt nem volt se gyülekezetünk, se templomunk, és valamikor úgy 80 táján egyszer bevásárlás közben egy meglepetés ért, egy idős ember a hátamra ütött a görbe botjával, és azt mondta, hogy tiszteletes uram, mi az, hogy maga nem imádkozik velünk. Hát ezen a lakótelepen nem volt semmilyen templom, mert akkor még, bár vége fele jártunk ugye a kommunizmusnak, de a lakótelep az olyan szocialista együttélési formát feltételezett, amiben nem volt szükség templomra. És ezért nem terveztek ide egyáltalán templomot. Hát mondtam ennek az embernek, hogy nekünk itt nincsen templomunk, de ha akarnak énekelni, imádkozni, összejövök szívesen velük, és akkor meghívtam őket a lakásunkra, és onnantól kezdve évekig nálunk fönt a harmadik emeleten a lakásban jöttünk össze egy olyan 15, maximum 20-an. Abban az időben jöttem össze Butz Hunor színházas emberrel, így mondanám, aki a Térszínháznak volt a vezetője, és a játszóházak kezdeti formáit, vagy a bibliodrámát művelte meglehetősen magas fokon, ilyen nagyon egyszerű illusztrációkat csináltunk kézzel tépkedett formában, és többször kijött a kis társulatával ide, és egy hegedűvel bejárta a lakótelepet, invitált mindenkit, aki jönni akart, és akkor csináltunk, hát vagy egy húsvéti játszóházat, vagy egy karácsonyit, hegedűvel kísérte az énekeket, és hát így alakult ki valamilyen fajta kis gyülekezet, végül kibéreltük a 80-as évek legvégén a babakocsi tárolót lent az alaksorban, az is évekbe telt, mire minden akadályt legyűrtünk, amit az akkori állami egyházügyi hivatal akadályként gördített elénk. Megérkezett a rendszerváltás, és volt egy ilyen elhanyagolt szeméttelep, ahol a lakótelep építésekor betontörmeléket és egyébként sok kupac volt ott, és nekem tetszett, mert itt a lakótelep legtúlsó sarkán volt ez, és rá lehetett látni az egész lakótelepre, megálltunk néha ott, és elmondtam egy imát, és arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogy egyszer építhetnék egy templomot. Vettem egy mély lélegzetet, és a rendszerváltás után bementem a fővárosi önkormányzathoz, az övék volt a terület, és kötöttem velük egy megállapodást, hogy építenénk ide egy templomot, és az ecélra adott terület 10-szeresét parkosítjuk. És akkor ők 99 évre ideadták nekünk ezt a területet, és akkor fölépült ez a templom, később módosítottunk, mert megállapodtunk abban, hogy egy parókiát is építhetünk, és így most egy olyan nagyjából majdnem egy hektárnyi területen csináltunk rendet, vagy 300 fát elültettünk, egy éven át csak hordtuk le a törmeléket.
aztán látszik is a templom falain, hogy néha elfogyott a pénz, akkor itt át tető nélkül beázott. Volt olyan karácsony, amikor álltunk itt a hóban, törmelékek között, a falak között, és nem volt még tető, és akkor ebben a tető nélküli állapotban énekeltünk, karácsonyoztunk itt. Megbékélés temploma azért, és ugye egyéb jelképeken is látszódik, itt a templomhajó fölött kívül van egy Mogen Dovid, két egymásba fordított Dávid csillag, de a megbékélés az a zsidó-keresztény megbékélés gondolatát is hordozza, nem tudom, hogy lehetséges-e. A megbékélés tehát arról szól, hogy legyen béke ember és ember között, vallások között. A másik a természettel való megbékélés. Aki itt rendezte esküvőjét, vagy keresztelő volt, vagy valami egyéb, sose fogadok el ezért pénzt, és ha valaki nagyon erőszakoskodott, mondtam, hogy vegyen egy fát, vagy egy bokrot, vagy egy virágtövet, egy évelő virágot, és ültesse el valahová. Úgyhogy eleinte úgy ment, hogy ki ahová gondolta, oda ültette. Hát a kertben van egy kis emlékpark is. Van benne egy korhadó emlékmű, amit a tatárszentgyörgyi áldozatok emlékére egy német szobrász készített fából. Azért került ide, mert tatárszentgyörgyön nem engedték meg, hogy fölállítsák. Ugye ott egy apát és a kisfiát ölték meg, meg sebesülés történt még. Rájuk gyűjtották a házat, és mikor kimenekültek, levadázták őket 2009-ben a romagyilkosságok idején. És akkor így mi befogadtuk. Ugyanebben a kis emlékparkban van Bálint gazdának, Bálint Györgynek egy mellszobra, és abban a hanvainak egy része otthon szerette ezt a kertet. Külön tetszett neki, hogy megpróbáltuk a területet rendbe hozni. De hát a legfontosabb az emberi tényező azoknak a kedves érdeklődése, idejárása, akiknek ez a megbékélés háza lett tényleg a maguk háborgó lelke számára is. Az utánfutó pedig a hajléktalan foci csapat felfújható focipályáját rejti magában. Van egy úgynevezett fair play bajnokság, illetve utcai futball, akik világversenyeket is rendeznek. Most a világbajnokság alatt is kint voltak legutóbb. És elég jó helyezéseket érnek el a mi focistáink. Az utóbbi időben szokás lett, hogy egy kimustrált profi futballistákat vesznek be ezekbe a csapatokba, de mi tényleg mindig hajléktalanokkal megyünk, és ennek ellenére jó eredményeket szoktunk elérni. Szeretünk itt lakni. Ez a legutolsó telek. Innentől kezdődik már Budakalász. Még errefelé a Duna. És jó itt a világ végén nekünk.